zenétől hangos ez a város. Ugye milyen csodálatos? Nehogy azt hidd, hogy csak a szőlőlevétől. Inkább talán a múzsák lelkétől. Szekszárd, a bohém fiúk városa. Szekszárd, a művészetek tárháza. Szekszárd, a legjobb borok árusa. Szekszárd, a legszebb lányok városa. Így volt ez Hajdanán, hidd el nekem, kiskomám! Zenére, szerelemre itt leltünk, itt emelkedett, magasba a lelkünk. Arra biztatlak, egykomám, tégy úgy, mint mások tettek Hajdanán. Hódíts meg a legszebb lány szívét, és megérzed Szekszárd minden ízét. Jelened és jövőd csak akkor lehet, ha múltat soha nem feleded. Légy büszke városodra, hiszen szűkebb hazád otthona. Bárhová is vet a sors, lelked itt mindig erős lesz, mint a bors. Barátaid itt fognak veled mindig kezet, és emlékezni fogsz, hogy itt volt a kezdet. Ugyan az időutazást még nem találták fel, sokak kérésére mégis megpróbálok dacolni az idővel. Zenész és diszkos barátaim segítségével, emlékezetükre is hagyatkozva, visszapörgetjük az idő kerekét, és felidézzük a 60-as, 70-es, 80-as években Szekszárdon élő, dolgozó, vendéglátós, beat, popzenészeket és diszkósokat, akik életük részévé tették számos helyzetekben ezt a nem túl egyszerű, sokszor áldozatokat is felvállaló bohém életet. Akiket utolértünk és elfogadták a meghívásunkat erre a baráti beszélgetésre, mindenki itt van. Kinek több, kinek kevesebb élete része volt, több mint fél évszázadot átölelő időszak. Mindenkinek lehetősége van arra, hogy kisebb-nagyobb sikereit itt megoszthatja, amennyit ő fontosnak talál, hiszen az elmondásuk alapján lesz hiteles a múlt. Gondoljunk most azokra néhány másodpercig, akik már nincsenek közöttünk. Egy főhajtással. Tőlünk nyugatra élő fiatal korosztály már 15-18 éves korában felléphetett a világot jelentő deszkákra. Vasfüggönyön innen néhány évet csúszott ez az időpont annak a korosztálynak, aki ráhegyezte a fülét a Szabad Európa Rádió Teenager Party Cseke László műsorára. Eredeti nevén, mint már tudjuk, Ekecs Géza. Hiszen onnan lehetett első kézből arról értesülni, mi is történik a zenei nagyvilágban. Voltak más rádiók is, de nekünk ez volt az igazi. Itt a Szabad Európa Rádió a 16, 19, 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámok. Délutáni rendezvú. Tarta, a mikrofonnál és lemezjátornál ismét Cseke László. A most következő másfél órában fél hatig bezáróan listák összeállítások alapján forognak. Szinte minden magyar ismerte Csekét. Közben 30 éven át senki nem látta. Csak rádión keresztül sok millióan hallgatták a műsorát. A beat korszak fiataljai rajongtak érte. Nekem személyesen is volt szerencsém találkozni Laci bácsival, amikor hazajött Magyarországra. A Pulzus Rádió Kalocsa stúdión vendégeként közösen vezettünk egy délutáni randevút 3 órán át. Hatalmas élmény volt a rádióhallgatóknak is, de nekem is. Történelmünk részeként 1962 év kádári korszak nagy kijelentései közé tartozott többek között az is, hogy tiszteletbe fogja tartani az emberi jogokat. Ez a kijelentés
akkor, mint tudjuk, külföldnek szólt. Az országon belüli konszolidáció 1963-ban közkegyelem, majd gazdasági, társadalmi, egy kulcsszó, kulturális megújulást hirdetett. Elindultak az önszerveződő kulturális csoportok, klubok, egyesületek. Az addig szunnyadó művészetek iránt fogékony emberek nagyon hamar megnyíltak. A kiéhezett fiatal korosztály pedig örömmel követte mindazokat, akik a tehetségükből fakadóan felvállalták, hogy zenekarokat, művészeti társulásokat, diszkókat, klubokat szervezzenek, és még akkor is, ha netán amatőr szinten működtek. Hazánk szinte minden nagyobb városában ez volt a tendencia. Így Szekszárd sem maradhatott ki ebből a folyamatból. 1970-ben a Babits Művelődési Ház átadása előtt a szekszárdi fiatalok már tudatosan készültek egy olyan jövő kialakításán, ami meghatározta a fiatalságukat és az utána következő időszakot. 65-ben hoztam össze egy zenekart, és hát ott elsősorban öt órai teákon, akkor még voltak a gimnáziumban öt órai teá rendezvények, ott játszottunk, a testvérem is benne volt, igen, a Dezső, aztán a Béres Jancsi volt, Kovács Laci, és egy Szabó Pál Miklós nevű srác volt a dobos. Ezek a kezdeti időszakok nagyon érdekesek voltak, mert valóban nagyon amatőrök voltunk. Úgy volt, hogy az osztálytársaknál, akinek volt pacsirta rádiója, vagy hasonló rádió, összehordtunk egy csomó rádiót, összedugdostuk, és az volt az erősítő. Hát a repertoár az természetesen Teenager Party, amit Szabad Európáról hallottunk csak, és úgy próbáltuk leszedni. Én nagyon szerettem a romantikus zenét, és hajlottam is arra, hogy valami hasonló stílust képviseljek. Írtál saját számokat, ebből most hallunk egyet, melyik az? Ez a kislányomnak a születésnapjára írtam egy számot, Claudia kislányomnak, ezt hallgassuk meg. Hallgassuk meg! Mielőtt születtél, sokat gondolkodtunk rajta, a neved mi legyen, tiprottunk, ó, ha láttad volna. Amikor megjöttél, én egy lagziban zenéltem. Hajnali csillagként érkeztél úgy, mint a mesébe. Édesanyád csak átölel, s fáradtan halkan így felel, legyen a lányom Claudia, Claudia. Legfőképpen Szekszárdon játszottunk, nagyon sok jó bulit játszottunk, időnként néha ismerősöknek lakodalomba is elmentünk. Elég sok helyen megfordultunk az országban, mondom, de főképp itt Szekszárdon. Mi volt az, amire nagyon szívesen visszaemlékszel? Pécsen játszottunk egyszer egy teniszbálban, teniszbált, igen. Az este nagyon jól sikerült. Akkor jártunk először Pécsen, tehát ott minket nem ismertek, és hát sikerült egy elég kellemes színvonalas estét összehozni. Valamit egy szálgitárra írtál, valamit tehát zenekari produkcióra terveztél. Igen. Abból most, amit meghallgatunk, melyik lesz az? Hát abból egy szálgitárral az Esik a hó című számot hallgassuk meg. Hallgassuk meg! Esik a hó, fehérbe öltözik a város. Esik a hó, s minden befed a lágy takaró. Esik a hó, csikorgó tél van, és én fázok. Esik a hó, csak nézem, és csodára várok. A hó pihék táncával, én is útra kelek, hó királyné. Bárjába egyedül érkezek,
esik a hó. Egy építészmérnöknek hogyan jut eszébe az, hogy zenéjen? Vagy fordítva volt először a zene, aztán ez építészmérnökség? Hát először volt a zene. Kiskoromban 7 évig hegedültem, és utána édesapám vett egy gitárt, na attól kezdve a hegedűnek annyi volt. A zene az egész életemet átszövi gyakorlatilag. Próbáltam olyan embereket keresni a zenekarba, hogy azt szoktam mondani, hogy jól zenélni csak jó emberekkel lehet. Tehát emberileg is olyan volt a zenekar, hogy majdnem minden hétvégén, ha nem próbáltunk, akkor tartottunk egy ilyen úgynevezett összetartás valamelyikünknek a lakásán. A 2000-es évek elején valamikor úgy emlékszem, hogy a Krisztina lányod beépült a zenekarba, és komoly rendezvényeken vettetek részt. Igen, hál' Istennek adottsága volt, nagyon szép meleg hangja van a Krisztinának, és rendszeresen jött velünk a zenekar tagjaként szinte. Kivel léptetek fel? A vendégként a Vágó Bernadett is énekelt a Krisztivel nagyon szép duett számokat. Helyet a nap, miénk már összetartozunk, együtt elindulunk, ne félj, hiszen ez nem álom, vár egy új csodás világ. Isten vele, szülői ház. A hosszú évek elteltével Szekszárdon egy emlékezetes bulit mondjál nekünk. Hát a legemlékezetesebb az talán 64-68-ig jártunk a gimnáziumba, és az Angels nevű zenekart, ugye arról már beszéltünk, igen, hogy azt megalapítottam, és ennek a zenekarnak annak idején volt, búcsúkoncertet adtunk, ami akkoriban nagyon nagy ritkaság volt, Szekszárdon a Só Sándor művelődési házban, a Sétakertben. Ez szombaton voltak ezek a fellépések, és hétfőn behivatott az igazgató úr, és közölte, hogy a fellépésünk alatt egy pár széket tönkretettek a fiatalok. Ajaj. Hát már abban az időben ez nagyon ritkaság volt, ez bennem, igen, nagyon bennem maradt. Zenélsz-e még? Csak otthon. Csak otthon. Csak otthon. Éjjelente, hogyha bekattanok, akkor előveszem a gitárt, és még azért ömlengéseimet próbálom diktafonra. És az a dal, amit most még bejátszunk, az melyik lesz? Az a dal meg a nagyobbik lányomnak, Krisztina lányomnak az esküvőjére írtam. Kislányom, olyan hamar felnőttél, ha rám nézel, tudom, a szem beszél. A kérdés egy igen mennyit ér, a sors az nem kímél, s ha már így döntöttél, ide lent, s oda fent, magadhoz hű legyél. Kicsit elszorul a szív, de a boldogság, ha hív, menjetek, hisz jót ígér, és ez mindent megér. 1967-ben Ábrahám Zsolt megalapította a Szinkron Együttest. Helyet kapva a Műfász klub termében, hétvégeken heti rendszerességgel játszottak. Egy elkésett levél, melyet tőled kaptam én, elmeséled mindazt, ami bánt. Egy fájó gondolat, tán egy búcsú pillanat, emlékekről szól a levél. Érzem én, gondolom, elmenni nehéz, jól tudom.
városban élő fiatalok nagy lehetőséget kaptak a kulturált szórakozásra, amit nagy örömmel ki is használtak, melyre a mai napig nagy-nagy nosztalgiával emlékeznek. Elmúlnak az évek, múlnak az évszakok, minden egyes évvel vének vagyok. Életemben egyszer megpihennék még, eljátszolnék mindent, ami szép. Száguldás, száguldás, rohanó életem. Nem kell már, nem kell már, nem, nem kell nekem. Így indultak, majd mint általában minden együttesnél néhány tagcsere az idők folyamán. Kollár Éva ének, Sell Ferenc dob, Törkő József billentyű, Takács József szaxofon, Béres János basszusgitár, akikre nagy szeretettel gondolunk és emlékezünk. Jóval később, az időpontra ugyan már nem emlékszem, egy szabadtéri buliba kaptunk közös fellépési lehetőséget Zsolttal, felhívtam és rákérdeztem, mit szólnál hozzá, ha az egyik nagy slágereteket, a Nézd rám című dalt a műsoron kívül a sorokat felváltva közösen elénekelnénk, Szilvia pedig besegítene a vokálba. Nézd rám, és mondd el, hogy mi fáj. Nézd rám, arcomon egy könnyes pillantás, mert én rád gondolok, te is jól tudod, hogy fáj az a régi búcsúzás. Nézd rám, arcom könnyes, szomorú, várj rám, bocsáss meg, ami rég elmúlt, ami rossz volt, az elmúlt, vissza nem jön már, ami van, egy újabb szerelem. Szekszárdon és a megyében természetesen nagyon színes volt a zenei élet. A műfázban működő szinkronzenekar és a klubok mellett párhuzamosan több együttes, diszkó és klub is működött sikeresen. Mindenkinek megvolt a saját rajongói köre, és szinte minden fellépésre elkísérték kedvenceiket. Megyei és országos szinten sok olyan fesztivál buli volt, amiről talán a szekszárdiak naprakészen akkoriban nem is nagyon értesültek. 1971-ben megalakult a Fiatal Utazó Klubja, pontosabban a Szekszárdi Fiatal Utazó Klubja, a FUK. Vezetője, kitalálója, létrehozója, a kitűnő pedagógus, földrajztanár, népművelő Kaiser István. Belföldi és külföldi túrákat, utakat szervezett, mindig pontosan megtervezve. Szívét, lelkét beleadta, hogy a fiatalok megtalálják a helyüket abban az újnak számító, kicsit talán zavaros világban. Egy szóval értett a fiatalok nyelvén. Sajnos 1977-ben halálos baleset érte. Munkáját senki nem tudta pótolni. A nagy áttörést igazából az új művelődési ház és az abban rejlő lehetőségek biztosították. Nem maradhat ki a műfász presszója sem, hiszen a sulisok igazi randi helye volt, mivel egy nyúlfarknyira volt a gimi, az ipari, a kereskedelmi iskola. Ha azt mondom, hogy egy élő legendával beszélgetünk, akkor én úgy gondolom, hogy nem túlzok egy cseppet sem, hiszen Kalocsa Zoltán, azaz Zoli bácsi, egy olyan kiváló zenész, aki a kezdetektől, talán azt nem merem már mondani, a mai napig, de nagyon-nagyon sokáig kezelte a hangszerét. Zoli bácsi, mikor indultál el ezen a pályán? 11 éves koromban kezdtem el, és 12 éves koromban már annyira sikerült főtornázni, hogy a Veszprémi Szimfonikus Zenekarba fuvolasztam. Hát én voltam a tök mag, hát ott mind ilyen orvosok voltak, meg papok, meg mit tudom, a tegerisek
Szóval az értelmiségi. Olyan gyakorló típus voltam mindig. Fölkeltem, már az volt az első, hogy nagyon szerettem. Csak hát aztán közben jött a háború. Németországban voltam én, Regensburgban, fogságban. Aztán egyszer csak hazakerültem, akkor már megijött a zene. Na akkor már közeledtem az idő, hogy vizsgázni is kellett, mert hát ott nem lehetett régen, 18 éven alul nem lehetett. 200 számot kellett bemutatni, és abból kivette a bizottság aztán, és klasszikust is kellett játszani. Az nehéz volt, mert ugye nem a mi műfajunk voltak. Nem szekszárdi születésű volt, nem, ugye? Nem, Veszprémben. Veszprémben születtél. Veszprém. Szerettem volna hazakerülni, de bekerültem a katonazenekarba, mert egy 60 fős katonazenekar volt, hát ott nagyon jó volt. És Veszprémbe kerültem, képzeljétek el, hogy Veszprémbe, 3 évig voltam katona, és azt megtudtam, hogy Szekszárdon volt egy rendőrzenekar, ami hivatásos volt, tehát nem rendőr voltunk, hanem zenebe foglalkoztunk. Igen, igen. A rendőrzenekarba mentek a napjaim, másfél évig, aztán feloszlatta a minisztérium. Hát mi legyen, vendéglátó. Akkor már kezdett jönni ez a bit zene. Igen. Meg azok a régi amerikai számok. Alakítottunk, mindig nem egy zenekar volt, hanem többféle. Ahogy ment az élet, forgott minden. 36-an voltunk hivatásos zenészek, már elosztva zenekarukra, úgy 3 fő, 5 fő, 4 fő, 36-an voltunk Szekszárdon. A zenekar már több személyből állott, azért van egy kis probléma is. De itt nem volt. Ez a jó együttes volt, 30 évig együtt voltunk. Milyen viszonyotok volt a vendégekkel, a szekszárdi vendégekkel? Nagyon, nagyon jó. Akik bejöttek? Ha végigmentünk az utcán, akkor nézd, ott megy a Kalocsa bácsi. Úgy néztek ránk. Hát azért sztárok voltatok. Igen, valóságban úgy. Zoli bácsi, mire emlékszel vissza szívesen az elmúlt 1000 évre, ha így szabad mondani? Hát, mi volt valami nagyon-nagyon kellemes élménye? Nekem az egész időszak, ami mind. Én ha bemehettem este, akkor örültem, úgy léptem át a küszöbet, hogy kevés sokban gőestőt kívánk, meg kellett változni. Izraelben jártál, én úgy tudom. Ja, igen. Ott a, hogy is, kis Lacit ismerette, trombitát? Hogy ne ismerném? Na, hát kiváló trombitás. Ő szervezett be, mert ő a fővárosi nagy cirkusznál volt szólista. És hát a külföldön alakult egy zenekar, egy utazó zenekar is, meg hát a műsor is. Aztán azt mondja Zoli bácsi, hát rád gondoltam. Hát mondom, már rosszul gondoltad, mert ez már nem igen megy ám nekem. Pedig hát abba gyakoroltam már abban az időben is. Aztán így alakult, hogy Pestre egy hónapig jártunk föl a műsorra, csináltuk ezt, Izraelben voltunk 4 hónapot. Azt hiszem, ez egy örök élmény. Az nagyon, 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 nagyon. Az tényleg, azzal be is csuktam az ajtót jóformának. És akkor jöttek a nyugdíjas évek, megvan-e még a hangszered? Megvan, ott van fenn a lakásba, de sajnos nem megy. Már nem fújod? Nem, hangot már nem tudok. Múltkor megpróbáltam, és majdnem rosszul lett. Azért szakszofot nem bírtam bevenni azt, hogy hány ingert kaptam. Igen. Akkor, amikor te elkezdted ezt a szakmát, én úgy tudom, hogy egy kis rádiót tekergettél, és mi is történt akkor? Fölfedezted a zenét? Iskolás voltam, és történelem matekórákon fülhallgatóval hallgattuk a rádiót. Dunapartra jártunk, mert ott nagyon jó volt a vétel. Ott már táskarádió volt, Orionton, kiúszhatós antennával, és ott hallgattuk a Cseke Laci bácsi. Kirándulások, építőtáborok, kalandok, lányok, a hosszú haj. 1969, az első munkahely, Tolna megyei levéltár. Albérlet Szekszárdon, 4 fiú. A Fürdőház utcai Bagolyvárba. Az első fizu, belőle az első szallagos magnó, Philips, részletre persze. 1971-73-ig katonaság,
stúdiós századírnok lettem, napi, reggeli ébresztőzenés műsorokat szerkesztettem, kívánságok teljesítésével. Deep Purple, Led Zeppelin. Itt a Tarcsai Vilmos lakótelepen volt egy klubod? Először könyvtár volt, mint ifjúsági klub, 74-ben indult. 74-ben indult. Kik jelentkezhettek ebbe a klubba? Lakótelepi. Kizárólag az itteniek? Ez itten lakótelepi, egy-két felvétel volt, de külön alattal tudtunk csak fölvenni embereket, tehát nem volt könnyű bekerülni. Nem volt egy nagy klub, olyan 40 tag volt. Általános ifjúsági klub voltunk, különösebben nem, de szakosodtunk, tehát voltak irodalombarátok, történelem, helytörténet, barátok, sakkozók. Egy klubon belül volt rejtvényfejtő klubja, rejtvénykészítő klubja, tehát rejtvényeket is készítettünk, és szerettünk kirándulni. Mi jöttünk, mentünk az országba mindenfele. A Fukkal volt kapcsolatod? Volt kapcsolatunk. A többi klubokhoz eljártunk, minden klubban voltunk, és saját műsorokkal léptünk föl, játékok vezetésével, zenével, és hát ilyen bulikat, közös bulikat szerveztünk szinte a város összes klubjába. Mivel nyomtad a zenét? A zenét szallagos. Szallagos magnóval kezdtem. Mikor indult a lemez, a bakelit? Utána, majdnem egy időben, mert volt olyan, hogy szallag, bakelit egyszerre, tehát volt két lemez játszó pulttal, úgyhogy végeredményben egyszerre ment az egy 76 körül, 76-ba. Akkor már a Babicsban dolgoztam főállásba, tehát népművelőként, és ott volt egy kis stúdió, ott voltak lemezek, nekem is voltak lemezeim, és ott valójában lemezről ment minden. Ott is diszkózás is volt, diszkósok is fölléptek, én is fölléptem. És diszkósok közül kik voltak, akikre emlékszel? Marosi Lajos volt ott, az Imre Laci, a Tuti. Ez a kettő volt, aki velem egy idősek körülbelül, és együtt is kezdtük mi hárman a diszkózást. Nyári esték, a Megyeháza udvarán, a Romkertben, P-mobil, tűzkerék, mini, FG4. 1978-tól főállású OSK műsorvezető lettem, országos engedéllyel rendelkező, e szakmából élő első tolnamegyei DJ. Az új lemezekért Ferihegyre jártam, a húgom Anna a reptéren dolgozott, odahozták az új Maxikat, az Tyuik. DJ klubok a vendéglátásban, heti váltásban. Ifjúsági presszó, Előhegy, Petre Gyurival váltva a kezdetben, tagsági igazolvány, az első videódiszkó, két színes tévével, videókeverővel. Siócsárda 22-től 02 óráig az első éjszakai diszkók, filmsorozatok, Bruce Lee. Ezek voltak a dekorációk tulajdonképpen. Ennyi ugye? Maradt. Sokkal ennyi maradt. Sokkal több volt. Sztori is vannak, akkor egy sztorit még mondok. Hát feltétlenül. A nejem lent ült a játszótéren, én pakoltam a Warburg kombinátort. Micsoda? A Warburg kombi tetejére. Ja. Be a cuccot, a Discord cuccot. Ugye négy hangfal, négy színes tévé, két óriás ember volt a rakodón, és akkor ott az anyukák egymás közt beszélgettek, hogy hát ez az ember, ez mindig költözik. 1983-ban hifi kiskereskedés az Arany János utca 12-ben, 1992 CD stúdió és lemezkölcsönző, 1993 Aliszka rádió alapítótag, zenei szerkesztő, 1994 Pop TV zenei szerkesztő, 1994-től Záróbulik, Bonyhád, Petre, Tini Diszkó, Herceg Nosztalgia. A Záróbulik után csendes napok, sok tenisszel, versenyekkel, érmekkel, kupákkal. Manapság a régi bakelitok, kazetták digitalizálása, fotózás. Családom a boldogságom, Rózsika feleségem, 44 éve társam, két nagy lányom férjezett. Megvan minden. Az összes bakelit megvan, az összes kazetta megvan. Juhuj. Az összes CD megvan. A régi domával búcsúzom. Élményekben gazdag. Jó éjszakát.
Csá! Az öregek még BF zenekarként működtek, akinek a BF az a Boros Ferenc volt, egy dobos volt. Ez ő valamikor ilyen diák zenekarként indult. Ebben volt a Boros Ferenc, a Fehér József, a felesége a Fehér Judi, és a basszus gitáros pedig a Posta Miklós volt. Aztán később ebben a csapatban belépett Pártai László gitározni, és én ebben az időszakban ismerkedtem meg tulajdonképpen a Fehérékkel egy véletlen alkalmával. Utcán mentem az albérletbe hazafelé, a kezembe egy gitárra, és akkor a Fehér Józsi épp ott mellette ment, azt megkérdezte, hogy gitározó? Mondom, igen. Azt mondja, és mit? Hát, azt mondja, ők minden kedden és csütörtökön otthon a lakásán próbálnak. Gyere el! Meghívott, hogy menjek el. Abban az időben mindenhol hívtak bennünket, vittek, bár akkor elhittek föllépésre is. A Szalagavatóra hívtak minket zenéni, és amire odaértünk, kiderült, hogy az egyik erősítő nem működik. Amíg a többik ott nekiálltak, értették, kitették őket, addig én meg megjavítottam az erősítőt. Na hát azt hiszem ez volt a fő belépő, Kalkasra hívtak el minket játszani, és ott debutáltam, akkor még a Pártai Laci is bent volt a zenekarban, és lakodalomban hívtak minket játszani. Abban az időben már divott nagyon a különböző vállalati rendezvény. Évente igen, csináltak egy-egy ilyen népünnepét, és hogy mondjam, nagy szó, amit mondok, de sokszor mondjam, hogy verekedtek azért, hogy ki lesz az első, aki tud menni a Fehér zenekart. Ennek az elsődleges oka az, hogy a billentyűsünk az nő volt, és nagyon jó énekhangja volt az Ildi. Igen. És szefető értett a manusok meghűítéséhez. Elengedhetetlen az ilyen. Nem beszélve arról, hogy azért hetente, kedden, csütörtökön próbáltunk, ha esett a fújt, és aztán abban az időszakban, amikor bejött a táncos, annak idején a Garai táncos. Igen. Akkor péntek, szombat, vasárnap ott fönt játszott a Fehér zenekar. A legrosszabb indulatban se tudnám azt mondani, hogy valakivel is haragban voltunk. Tehát valahogy nekünk emberileg olyan szerencsés volt a fölállásunk ebben az öt tagú csapattal, hogy megtaláltuk mindenkivel a hangot. Meg hát volt olyan, hogy rendezvényt tartottak a egyes helyeken, és az ott lévő, ott állandó zenét szolgáltató zenészeket megkérték, hogy menjenek el szabadságra. Igen, és túlmentetek. Most az eljött, minket hívtak, és az eljött, hogy annak ellenére, hogy ők nem mentek akkor be, tehát szabadnapot kaptak, még kapták rá a gázsijukat. 67. november 1-jére engem bevittek katonasághoz, Kaposvárra kerültem a rakétásokhoz, és ott sem hagytak nyugton, mert ott is zenénem kellett a Tiszti klubba. 69-ben akkor szereltem le, és kerültem vissza a zenekarba. Ekkor hagyta abba a Boros Ferenc zenekarvezető a zenélést, és helyette belépett a Schmidt Tivadar. Pártai Laci is vissza, tehát már befejezte a főiskolai tanulmányait, ő visszajött a zenekarba a basszusgitárosnak. A Schmidt Tivadar volt a dobos, Ildi a organista, énekes, Fehér Józsi a szakszis, én meg a gitáros. Igen. Attól kezdve lett ez Fehér zenekar, már nem BF, hanem Fehér zenekar. Igen. Na most 87 nyarán a Fehérné Ildi abba hagyta a zenét, és ebben akkor kénytelenek voltunk más billentyűs után kajtatni, nézni. Hát nagyon sok meghallgatást megejtettünk. Végül a Hídvégi László, de ő gitáros. A Merris egyik alapító tagja. Igen, de ő mint gitáros volt. Igen, meg mellzongorista, hogy kicsit értett mindenhez. És a közönséget marhára tudta vinni. Tehát tudta, hogy mitől döblik a légy ilyen szempontból. 1993-ig működött ebben a felállásban a Fehér zenekar. Ekkor a csapatból kiszállt a Fehér Józsi, a volt zenekarvezető, és tal kiválás miatt már továbbiakban ugye nem lehetett tovább ezt a nevet használni. Attól kezdve a meglévő többi tag, igen, a Haverok néven folytatta a működését, és a Bulvári Józsit bevontuk a zenekarban, mint fúvós. Ennyi lett volna Dióéjből a történet.
Én azt hiszem, hogy ha ezt a nevet meghallják itt a környékben, hogy Gáti László, mindenki tudja, hogy kiről van szó, már csak azért is, mert 3 éves korodban volt az, amikor először a zenével találkoztál, és kiderült, hogy neked ez irányba kell elmozdulni. Így van ez? Meggyűlt a bajom egy bizonyos kis harmonikával, amit én kaptam ajándékba, azt hiszem karácsonyra, mert hogy ugye kicsi volt, és nem volt rajta az, amit én szerettem volna már akkor eljátszani. A szüleim aztán gyorsan föl is fedezték, hogy valami tehetség lappang bennem. És kaptál egy nagyobb harmonikát? Azt nem, de nagyon sokat énekeltem, és hát a keresztanyámnál volt egy nagy zongora, amit én nagyon, hát nagyon az szépen... Volt az igazi. Hát ott azt kóstolgattam, és akkor hát nyilvánvalóan beirattak zeneiskolába, és én a 10 évet végig zongoráztam. Több zongoratanárom volt, Keresztúri Erika, ő nagyon régen nincs itt. Tehát a végső tanárom, akivel befejeztem a tanulmányomat, Kékesi Mária volt, hát ő is sajnos a 80-as évben eltávozott én erről a földről, de összhangzattan zenemeletet tanultam, Lányi Péter, Tész László, nagyon nagy hála nekik, hát sajnos már ők sincsenek nagyon köztünk. Nagy nevek. 1980-ban érettségiztem, és 4. koromban az Újvári Miki dobos kollégánk megkeresett, hogy egy Kakasdi bulis zenekar billentyűst keres, hát mondtam neki, hogy rendben lesz, de előbbre leérettségizek, meg megnézzük, hogy a felvételén majd hogy muzsikálok, és ezeken túl voltam, akkor beszálltam ebbe a zenekarba, Sebestyén Antal vezetésével volt ez a Kakasdi Kóló együttes. Ott indultam, és ott még nem a pénzről szólt. Tehát, hogy ez hogy vált megélhetéssé, talán azt mondhatom, hogy a 84-es veled való közös muzsikálás a Dózsasörözőben, ugye, amit 84 ezt nem mondott komolyan, akkor indultál? Meg, és hát ott kezdtem munkaviszonyszerűen. Ja, értem. Másfél évig voltam a Kóló együttesben, átmentem egy másik, ez egy lakodalmas, bálos zenekar volt, és óriási hála Úri Endrének. Nagyon-nagyon sok számot megtanultam, rengeteg mindent megtanultam. Ez nem volt egy nagy kaliberű zenekar, viszont lehetővé tette azt, hogy én néhány év múlva már egyedül munkaviszonyszerűen tudtam muzsikálni. Saját számokat gyártottál, és emlékszem rá, hogy a Dózsasörözőben volt egy dalod, a Fogd a kezem, amíg élek, ha jól emlékszem pontosan a szövegére, címére. Egy gondolatot erről, hogy jött neked ez a dal? A szerelem az benne van vastagon. Igen. Szerelmes voltál akkor? Nagyon érdekes, hogy a világon nagyon sok minden visszafele működik, tehát ez egy csalódásnak az eredménye lett ez a dal. Úgy kezdődik, hogy eljöttél hozzám, s jó veled. Furcsa, nem? Igen. Jó, hallgassuk meg ezt a dalt. Az életemben párhuzamosan voltak itt dolgok, mert itt még egy picit lassabban pörgött a világ. A lakodalmas bálos zenekar mellett engem beszerveztek a szinkron együttesbe. Nagyon sajnálom, hogy aztán ez egy kb. 3 hónapos részvételt jelentett csupán, mert a szinkron feloszlott. De itt is rengeteget tanultam, mert profi körülmények között nagyon profi emberekkel tudtam dolgozni, és egy óriási dolog történt a szinkron feloszlásakor. Én nem tudom, hogy ember kapott-e még ilyen lehetőséget az élettől. Megkaptam a Babis Műfáz, illetve a szinkron együttes szertár kulcsát. Tehát a teljes felszerelést, minden jogot arról, hogy zenekart alapítok, egyetlen baj volt, hogy én akkor 20 éves voltam, és elég éretlen, tehát nem tudtam ezzel a lehetőséggel mit kezdeni. Az évszámot pontosan nem tudom. Nem is lényeges. Írtam egy dalt, 100 zongora, nagy zongora és ének voltak a szereplői ennek a dalnak, és Parag Tibivel valósítottuk meg, vele indultunk a Ki mit tudon, illetve több ilyen helyi fesztiválon, Szekszárdon nyertesként, győztesként kerültünk ki ezzel a dallal, az eltörött dal volt.
hogy ez a dal ez akkor aratott, és egészen a Kimi Tud tévés fordulója előtti országos válogatottig jutottunk el. Mm. Ott aztán megtették velük azt a csúfságot, hogy nem biztosítottak zongorát, és nem is tudtuk előadni a dalt igazán, és nem mentünk tovább. 86-tól jött a Sansz együttes, ahol Parag TV-vel már mi, mint zenekar játszottunk. Egy évig voltam tagja, ugye a vendéglátós éveimben a 84-től kezdődő dózsasörözős időszakba ékelődött be az egy év Sansz együttes. Oberitten Ferit én régóta ismertem, ő egy nagyon rendkívüli eredetileg klarinétos volt ugye zeneiskolásként, de aztán szakszofonozott is. Egy nagyon kellemes énekhanggal rendelkezik a Feri a mai napig, nagyon-nagyon jó kis zenész, és vele 10 évig választunk, lagzisztunk. Volt egy olyan hétvégénk, hogy 3 nap alatt 4 bulit játszottunk, tehát nagyon-nagyon ment. Ez egy bizonyos időszak volt, nem ment ez így végig, de volt egy időszak, amikor ugye valaki favorit, amikor nincs konkurencia, nincs más, te vagy a legjobb, és akkor mindent mi játszottunk. Igen. Ködmön Mónika, egy szeszeli fodrász asszonyka, akkor még lány volt, és nagyon nagy ambíciói voltak az énekléshez. Nagyon jó kis szőke belőtt feje volt neki. Tehát beleillett a stílusban is. Igen. Akkor én ráhangolódtam a house stílusra, és ennek jegyében megmutattam egy kicsit zeneszerzői képességeimet. 6 dal készült el vele teljesen. Többet is írtam neki, de azok nem lettek igazán kész. Amit elküldtél nekem, azt most leforgatjuk. Jó? Hallgassuk meg együtt. Köszönöm a véletlennek, hogy elhozott hozzám. Csak egy pillanat volt, és azóta tartozol hozzám. Ez a többi pörgős dal között az egyetlen lassú száma volt Móninak. De ez nagyon szép. Szövegeket ő írta, és hát én igyekeztem megvalósítani azt, amit ő gondolt, amit ő érzett. Bár ez egy lassú dal most, de a többi az dance-es house alapokon lévő zene volt, és hát a Dombori Fesztiválon és egyéb helyeken léptünk föl. Az a baj, hogy nem Budapestről kezdtük ezt csinálni. Ezt már mondták egy mert pár, hogy lentről fölfele, egy határt, fölfelé igen, nehéz volt eljutni. Fölfele igen. Nem megy lentről, föntről lefele igen. Könnyed, lehetett igen. Volna. Volt egy olyan, hogy Gáti zenekar? Igen. Az Oberitter Ferivel való duó alapozta meg ezt a dolgot. Kik voltak, kik játszottak benne? Mi akkor a Ferivel a Szakácsobit vettük be 3. és egy ilyen másfél évig talán működött ez dologi együtt 3-asban. Aztán ők ott hagytak engem, de én, mint Gáti Laci folytattam, mint Gáti zenekar, más kollégákkal. A lényeg az, hogy Gáti zenekar mindig volt. Meg lesz. És hát egyedül is muzsikálgattam, tehát ahogy jött. A honlapomon ez úgy volt megjelenítve, hogy tetszőleges felállásban, tetszőleges létszámmal. 15 évet lenyomtál a vendéglátóba. Az azért hosszú év úgy szintén. Dózsörözővel indult, és igen, hát innét 15 éven keresztül szexált különböző helyein, még itt kint a Siócsárdában is jártam. Aztán azt bezárták, rögtön a Kispipában engem beszerveztek, és innét pedig cégen belül a Krokodil vendéglőbe muzsikáltam. Igen. Óriási volt, mert ott nagyon-nagyon sokan jártak, és nagyon jó hallani, hogy a mai napig emlegetik az emberek, hogy oda jártunk, még viszonylag fiatal emberek is, hogy honnan szedik, nem tudom, mert lehet, hogy még meg se születtek, de valahogy emlékeznek rá. Igen, kis retro működik. Nagyon sok szép dolog történt. Hát nem volt könnyű valóban, mert ilyenkor betegen, csalódottan, mindenféle állapotban oda kell ülni a közönség elé. Most tudom, hogy egy olyan zenészbarátoddal zenélsz együtt, mint a Szakács Robi, akivel a Bravo zenekarban nyomjátok. Hát a Bravo zenekarban való ténykedés már
feltételező az ember tapasztalt, és nagyon sok mindent végigcsinált, tehát itt a jazz rocktól kezdve a népzenét keresztül mindent belekóstolgattam, és hát itt tényleg mindent játszunk. Ott vagyok 5. éve. De közben gyártod a saját számokat, vagy gyártottad a saját számokat, amiről szeretnék most egyet bejátszani. Ez pedig? 80-as évekből való, ez egy kicsit tempósabb dal, bár egy lírai alkat vagyok, de az a ritmus nagyon szeretem én is. Furcsa hangok a címe, és szintén egy kakukk tojás, mert nincs szerelmes vonatkozás. A hátam mögött, jöjjetek, jöjjetek közelebb. A szép álmok már elkerülnek, és nem néznek rám. Csak a furcsa hangok suttognak, még mindig ér hozzám. Jöjjetek közel, vagy hallgassatok el. Lássam arcotok, vagy tűnjetek el. A művelődési házban te, mint zongorista, már nagyon régóta ott vagy, és a Bartina próbáit kíséred végig zongorán. 93-ban kerültem oda. Hát nagyon nem akartam menni, mert én nagyon jól el voltam ezzel a vendéglátózással, hogy én estére bementem dolgozni, és akkor egész nap szabad voltam. És nekem úgy éreztem, hogy nem hiányzik az, hogy délutánra beülni, még valahova dolgozgatni, de aztán valahogy mégiscsak kötélnek álltam. És milyen jó, mert a vendéglátóipar, mint olyan, nagyon átalakult. Az élőzene megszűnt a vendéglátóban, ez viszont maradt. Két olyan közösség alakult, ahol én, mint munkatárs jelen voltam az alapításokkor. Az egyik volt a Bonyhádi Zöldségnéptánc Együttes, a zongorista voltam, és egy nagyon nagy sikerű, mai napig működő produkció, a Tücsök Zenés Színpad, igen, ahol akkor én kísértem őket. Debrecenben kezdődök minden, ott születtem. Körülbelül 14 éves koromtól kezdve kezdtem el intenzíven gitározni, és ott bekapcsolódtam az éneklésbe is. A Kossuth Egyetemnek az énekkarába énekeltem, és a Debrecenből természetesen az ottani időszakban egy Kimit Tud indult, és a zenekarommal fölkerültem Pestre, de Pesten nem tudtunk tovább jutni, elakadtunk. A zene az mindig elkísért, de nem csak a zene, hanem a szövegírás is egyben, abból az időből, és a zeneszerzés. Ez olyan érzelmi töltés ad az embernek, hogy ezért érdemes élni. Hogy kerültél Szekszárdra? Melyik volt az az év, amikor idejöttél Szekszárdra? Ide nősültem. 1970 nyarán kerültem ide. Egy-két évig nem zenéltem akkor, abban az időben, ugyanis technikumban jártam. És ahogy megszületett a fiam 74-ben, onnantól kezdve még az apósom is állandóan mondogatta, hogy fiam, ha te így tudsz gitározni, énekelni, hát miért nem zenélsz? Azzal is lehet szórakozol, pénzt keresel, hát házat akarsz, lakás, kocsit venni, és akkor, tehát nem volt nehéz nekem átállni, csak nehéz volt zenekart alakítani, vagy találni. Amikor a BM klubba kerültem zenélni, az is egy nagyon jó zenekar akkor bomlott föl. Ugyanis a dobosa Shell Ferry volt, aki a Big Bandbe is zenélt, szinkronba, és akkor az Ábrahám Zsolt volt ott gitáros, meg dobosa Shell Ferryvel, és mivel a Zsolt úgy tudom elkerült Szegedre, megkértek, hogy lépjek be helyette. Beléptem, és onnantól kezdve ott ismertelek meg téged is, Zoli. Az is egy, neked is, meg nekem is egy nagyon örömteli év volt. Ez igen. 1983 volt. Még 20 éves se voltam, de mindig tudtam én. Fogva tart egy érzés, imádom a zenét. Volt egy régi álmom, emlékszel-e még? A jazzgitár lett nékem a nagy szenvedély. Ó, de sokszor kaptam vigaszt, a zene volt a menedék.
a zene szárnyán, a bánat elszáll, úgy érzed, a fényben élsz. Zöldbe borul, fű és virág, boldog vagy, mert itt a nyár. Zene mellett élni oly jó, örülj velem, te is hár. Az a helyzet, hogy bennem, hogy mondjam, valami hajtóerő nem csak a zenére hajt, hanem a szövegre is. Akkor könnyebb egy szöveget írni vagy dalt, ha erős behatások érnek. Nyitottan kell szemlélni a világot, a családot, a barátokat, a környezetet, és így szélesebb a skála. A bőrszeg szugát újra bejárnám, nekem is jutott könny és csalódás. Olyan szép volt, hogy újra folytatnám. Mint vidéki srác indultam, ki a nagyvárosban élt. Volt bennem tűz, sok-sok szenvedély. Volt siker, csillogás, ezer szép élmény. Az élet színpadán így éltem én. Legtöbb zenét, amit most is elvállalok, az úgy mondom, kicsit közelebb van a szexárdhoz, hogy mert úgy itt élek. Ha nagyon messzire megyek, onnan nagyon nehéz már hazajönni. A család lebeszélt róla, hogy ne járjak én már messzebbre 2-300 kilométerekre. Főképp inkább barátoknak, vagy nagyon régi ismerősök, igazából nem tudok nemet mondani. Ott a dalok között találtam egy kórussal kapcsolatos dalodat. Ennek a dalnak a címe a Komoly Kórus. Körülbelül 2 éve kerültem én is Szekszárdon ebbe a kórusba, és úgy éreztem, hogy ez a kórus idős koromra nekem megfelel. Ez a kórus arról egy kicsit úgy mondom, hogy híres, hogy fesztiválokon indulhatunk, ahol van a kórusfesztiválok. Ez egy erős férfi kórus. Mondhatom azt, hogy érett emberek énekelnek. Szüreti napokon, borfesztiválokon, boros gazdák meghívnak. Milyen dalokat énekeltek? A többségében népi jellegű dalok, tehát népdalok, de bordalokat. Bordalokat. Ne szomorkodj, a katona vagyok. 50 éve zenélek, és ehhez az kell, hogy nem csak a zenét szeretem, hanem a éneklő, a zenélő embereket is. Nagyon fiatal voltam, amikor megkedveltem ezeket a zenéket, és gyűjtögettem őket. És igazából úgy lett belőlem diszkós, hogy előbb meghívtak egy ilyen kis klubba, hogy zenélgessek, sok szám nekem akkor egyedi darab volt, hogy valakinek volt egy kis faluban magnója, nekem hál' Istenre szerencsém volt és volt, és azon gyűjtögettem, természetesen szallagos magnón, és klubokba zenélgettem, és annyira kinőtte magát, hogy egyik településre másikra hívtak. És nem akarok senkit megsérteni már vele, szegényt Isten nyugosztalja, de volt, aki feljelentett annak idején, hogy van itt egy kisgyerek, aki engedély nélkül zenélget itt a... Mert ez te voltál. Igen, ez a különböző falvakba. És ugye akkor, még te is jól emlékszel, a Mauer Misi bácsi volt itt a Szerzői Jogvédő Hivatalnak a vezetője, és behívatott hozzám, hogy ez így tovább nem mehet, nekem is engedélyt kell szereznem róla. Jó, nagyon nagy izgalomban voltam, Budapestre fel kellett menni, ugye vizsgát kellett tenni, és az első vizsga után egyre több meghívást kaptam. Akkor már nyugodtan mehettem, ami talán egyik legnevesebb volt annak idején, hisz szerintem nagyon-nagyon sok mindenki emlékezik rá. A Gemenc bár volt, ami nagyon színvonalas volt, hiszen akkor nem lehetett farmerba bemenni, tudod, hogy inkben meg egyébben. Oda sikerült bejutnom, és minden éjszaka ott diszkoztam, és majd onnét vonultam katonának.
és gyakorlatilag ott is szerencsém volt, mert a katonaságtól a 30 napos kiképzés után kikért a fekete a gemesznek a vezetője, mert nem volt, aki helyettesíteni tudott volna arra az időszakra, és kikértek. Csak hát borzalmas fárasztó volt, hogy éjszaka diszkóztam, és reggel bementem 4 óra fél 5 felé, és 6 órakor már ébresztő volt, és ezt nekem mindig, és akkor mondtam a főnökömnek, hogy ezt nem lehet így csinálni, mert teljesen el vagyok fáradva, és akkor mondta, jó, oké, akkor hozd a könyvet, megírtuk. És amikor véget ért ez a katonai szolgálatom, a tuti, amikor lelépett Magyarországról, akkor megkerestek, hogy azonnal kellene menni Tolnára, hiszen ő Tolnán volt, és úgy döntöttem akkor, hogy én is áttérek a bakelit lemezekre, és ameddig a pályafutásom zajlott, addig mindenféleképpen bakelit lemezekről játszottam. Dolgoztam a Dévényivel, dolgoztam a Bétóttal, dolgoztam a Cintulával, vegyed az Arató Andrissal nem volt közös fellépésünk. És igazából a legnagyobb fordulat talán akkor érkezett, amikor egyszer valaki felhívta a figyelmet arra, hogy mi lenne, ha ezeket a szórakoztató helyeket nem te patronálnád, hanem saját magadnak tudnál szertenni ezekre a bevételekre. Még azt is tudni kell, hogy ez mellett, a pályafutás mellett én fociztam. És a foci révén kapcsolatba kerültem egy úrral, és ő mondta nekem, hogy vágjunk bele, ő ilyen csarnokokat épített annak idején, és azt mondja, hogy szerez nekem erre forrást, meg tudjuk finanszírozni, hogy legyen egy sajátom. És ez 1992-ben létre is jött, és Dél-Dunántúl egyik legszínvonalasabb hangtechnikájával, fénytechnikával felszerelt diszkó volt, készült dupla kávé videóklip is. Aki a popszakmába létezett, az gyakorlatilag szinte majdnem mindenki megfordult nálam. Tehát minden előadó művész, ezen felül voltak külföldi sztárvendégek is, volt Ice MC, aki fellépett nálam, akkor Imperio, ezek a régi nevek, akkor Alfredo Ibizáról, a Faithless, most óriási megint ez a retroláz. Igaz, hogy én már nem vagyok a lemezjátszók mögött, meg a pult mögött, nem állok már régóta. Volt egy időszak, amikor minden évben egyszer beszálltam a saját helyemen, amikor a diszkónak a születésnapja volt, azt én vezényeltem le. Én a diszkózásnak nagyon sok mindent köszönhetek, nagyon sok fele voltam, nagyon sok kapcsolatra tettem szert. Aki a szakmában létezik, az megfordult, az mindenki megfordult. Nem egyszer, hanem szinte többször is, igen. Többször. 1967-ben végeztem a gépipari technikumot el, és utána az a Legelszegen, utána hazakerültem, és 1969-ben hívtak meg egy akkor már működő formációba, aminek aztán később Merris lett a neve, és az volt az igazi első vízzenekarom, hát ez a 70-es évek közvetlen eleje, tehát 69, 70, 70, 72-ig játszottam ott abban a zenekarban. Énekes volt az Isgun Pisti Szitja, a Hídvégi Laci volt a szólógitáros, a Soponyai Józsi volt a dobos, és én Horváth Ferenc szintén basszusgitáros. Mi elég progresszívek voltunk akkor, tehát a lehetőleg slágeres, az akkori időknek a slágeres nótáit, tehát ez a Creedence, meg egy-két ilyen Cliff Richard, tehát ilyen dallamosabb dolgok, de ugyanúgy játszottunk Creamet, hát az akkori tudásunkhoz kíván, Hendrixet, próbálkodtunk ebbe keményebb zenével is, hogy hívják onni, Deep Purple-t játszani, Dunaújvárostól kezdve Bajáig, és Pécsről is járt egy olyan mag, akik megtették, hogy el tudtak valamivel jönni, meg minden ezért a zeném, mert ezt a stílusú zenét senki nem csinálta akkor. Utána én bekerültem Szexádra, és akkor utána a Derbi együttesbe kerültem, ahol te is játszottál, Környei Mikével, meg a többiekkel. Soponyai Józsi dobolt, a Környei gitározott, talán a Pálfi billentyűzött. Akkor én basszusgitároztam, te voltál az énekes, meg a zenekarszervező, sőt, tehát a pár saját szám, amit csináltunk, annak a szerzője, meg szövegírója. A Derbi után
hívtak itt a helyi vendéglátóba, a Varga Gyula meg a Saponyai Józsi mellé, hogy menjek fel a helyi táncos nevű étterembe, és ott, hogy hívják, játszak velük, hogyha van, mert éppen nem volt zenekar. Én ezt fel is vállaltam igazából, 2 évet lejátszottam fönn, nagyon-nagyon jól éreztem egyébként magam, jó volt akkor még vendéglátózni, jó volt a közönség, sokan voltak, tényleg nem kerestünk rosszul, de utána, aztán egy idő után az állandó éjszakázás, a család miatt minden nem igazán volt szerencsés, és akkor különböző zenekarokból 1983-ban megcsináltam a Spirál nevű zenekart, és 83. szeptemberében játszottuk az első bulit Dombóváron a Vasutas művelődési házba, akkor a Csibi Tibi volt a szólógitáros. Ja, igen, Zege, igen, igen. Most már így bejött nekem is. Szekeres Attila volt a billentyűs, a dobos volt a Soponyai Józsi, én voltam basszusgitáron is, az énekes akkor a Paksa Zoli volt előtte fél évet, de utána a Rudá Józsi, aki már ma hát elég nagyon jó nevű énekes, vagy a legjobb hangú rock énekes lett az országban. Utána került oda a Brückner Csabi énekelni, akkor dobos cserétünk, akkor a Vajai Fórumból az Andacsis Pisti került. Bena, igen, a Bena került a zenekarba, és akkor már 4 énekes volt a zenekarba, tehát nagyon jó álltunk vokálisan is. Tényleg nagyon sokat dolgoztunk, heti 3-at játszottunk, 2-t próbáltunk, tehát nem volt ingyen a dolog, közben cuccot állandóan fejlesztettük. Megkaptuk közben az Zoli vizsgát is 1985-ben, végleges, mert 84-ben ideglenes kaptuk, 85-ben végleges, és akkor kezdődött az, hogy akkor jött az István Király című rockopera be a Királydomban a képbe, és akkor az Ori műsorok miatt, és az Ori szervezésében, akkor középiskolákban, sportcsarnokokban népszerűsítettük az akkori számokat, de közben háttérmunkák is voltak, mert mindenképpen szerettünk külföldre menni, láttuk, hogy jön a diszkó nagyon föl, és ez nem volt szerencsés az élő zenében már akkor, és akkor úgy sikerült, nagyon-nagyon sok munka, meg utánajárás után, hogy 89. november 20-án felszálltunk a Vistomar nevű spanyol hajóra, ahol kizárólag német vendégek voltak, ott egyszer játszotta a zenekar a tánczenét, tehát a napi slágerzenét, és a műsor kísérést is meg kellett oldani. Volt énekes, énekesnő és bűvész, és ez mind élőben játszott, odahozták a kottát, uraim, ezt mit kell én, ezeket kell csinálni, van egy óránk próbára, és ez így ment 4 hónapig, minden turnusban, 3 hetes turnusok voltak, új énekes és új énekesnő és új bűvész volt. A Parag Tibi volt a gitáros, a Bena volt a dobos énekes, akkor a Szekeres Attila volt a billentyűs, és én voltam basszus gitár zenekarvezető. Ez volt az első útunk, tehát kis cserkészek voltunk, első fogalmunk nem volt, hogy mi van. Küszködtünk a nyelvvel, küszködtünk a művészekkel, ották a papírokkal, teljes más mentalitás van, minden más, egyszerre kell azonnal, rögtön, meg minden, de lemez minőséget követeltek. Hazajöttünk, ezt nem mindenki bírta. Parag Tibi helyére a Nagy Irmény került, és plusz lett egy pesti lány, aki énekelt, szaxofonozott, a Horváth Júlia. 6 évig dolgoztunk végül is együtt a Júlcsinak. 6 évig kin, merre jártál? Barcelonába hajóztunk be, átmentünk Lanzarote, Tenerife, tehát Kanári-szigetek, Afrika, Gambia, Szenegál, és onnan keresztül Dél-Amerikába. Amazonas? Guatemalába álltunk meg pontosan, és onnan fölül a Karib-tenger vonalán, majdnem mindegyik szigeten, hát Aruba, Barbados, Szent Vincent, Kuba, Jamaica, Barbados, ahogy ők mondják, meg minden. Tehát ott az Eddie Grant szülőházába, meg a Bob Merlinek a szülőházába, ott elmentünk. Fölmentünk egész Kubán keresztül Cozumelig, az a mexikói öbölnek a sarkán van, és az még Mexikó, és onnan Miami-ba. Onnan Miami-ba, ott álltunk 2 napot, és utána jöttünk visszafele ugyanezen az útvonalon. Annyi, hogy visszafele Afrikában már nem álltunk meg, hanem
Arubáról jöttünk át a Kanári-szigetekre. Elsőben be is kaptuk az első viharunkat úgy, hogy mire átértünk, 5 nap volt az átkelés. Nem tudtak már reggel fölteríteni, minden tányérpohár összetört, ami létezett a hajón. Na, utána kiszálltunk, hazajöttünk, és akkor történt az az előbb említett gitáros váltás. A Nagyimi került bele bajáról a zenekarba. 13 évig voltunk kint, most ez úgy működött, hogy 4 hónap, 6 hónap, igen, 2 hónap kint, 2 hónap itthon, 3 hónap itthon, nem volt egyszerű a család miatt sem. Akkor a következő egy Victoria nevű hajón volt, ott megint műsorkísérés volt, ugyanígy bűvészek, minden. Annyi különbség, hogy nem volt olyan cserélődés a művészek között, tehát az énekesek, szólisták között. Na, ez így ment 6 hónapig. És mivel valahogy elég jól megoldottuk, meg a szerelésünk nekünk minimum nyugati szintű volt, ha nem jobb, nagyon jó szólt a zenekar, illetve a produkciója a művészeknek, és utána volt Luxemburgban voltunk parton 3 hónapig, akkor voltunk Bad Salzuflenben Németországban 1 hónapot, akkor voltunk Ausztriában 1 hónapot, tehát ilyen rövidebb időszakok voltak, és hát utána jöttek az egyéb többi hajók. Most zenélsz-e még? Nem. Van-e valami elképzelésed róla? Úgy aktívan nem, tehát olyanok vannak, hogy a régi ismerettségből kifolyólag fölhívnak. 3 évvel ezelőtt fölhívtak, hogy érdekelne szintén ismertség alapján egy ilyen Gypsy King Tribute nevű dolog, mert olyat csinálnának, én meg latin voltam, őrült voltam mindig, tehát imádtam a ritmusokat, meg minden, nagyon szerettem meg azt az egész életérzést. Fölvették a műsort kompletten, táncosokkal, énekesekkel, minden. Általában tényleg jó is sikerült, a mai napig is játsszák. Van egy saját számotok, ami hatalmas sláger volt és siker, a Zene az életem, igen, című dalotok. Köszönöm neked, hogy eljöttél ide hozzánk, és elmondtad mindezt. Szerintem jól volt ez az időszak, és tényleg örülök, hogy benne voltam. Mindenkinek hasonló sikert kívánok. Egy biztos, hogy munka nélkül ez a dolog nem megy. De mikor kezdted el a dobolást? Igazából a gimnáziumban, gimnázium második osztályában, Tolnán. Hegedűs Laci a Texet, emlékszel? Úgy nem emlékeznék rá. Együtt alapítottunk egy 2 személyes zenekart. Ketten kezdtük, és tehát igazából az hány év? 16 éves korom óta. És azóta folyamatosan én is dobverőt használtam. Most is dobol? Igen. Igazából az Asztor együttes volt az első olyan komolyabb, ahol már Creedence Clearwater Revival számokat játszottunk, Rollingot nyilván, akkor Monkees, Keynes, hát ami abban az időben ment. Hát feltétlenül meg kell említenem a Czako Jancsit, a Vas Jóskát, aki szintén már nincs köztünk, és a Sterc Jancsi. Így voltunk 4-en. Merre jártatok zenélni? Mi volt a vadászterület? Tolna és Mős, Fad, Bogyiszló, tehát itt a környékben. Ezek milyen bulik milyen voltak? Hétvégi bulik, farsangi bulik, hétvégi, vagy milyen rendezvények? Hát igen, farsangi bulik, koszorúcskák, ami abban az időben volt
ilyen alkalmi, tudod, ilyen alkalmi bulik voltak. Tehát ez volt a múlt? Ez volt a múlt első része. Aztán jöttél Szekszárdra. És akkor jöttem, behívtak Szekszárdra, ugye váltottuk egymást Soponyai Józsival, az az igazság, hogy több zenekarban játszottunk, ahol váltottuk egymást. Mm-hmm. Hát ilyen vetésforgó volt. Ennek következtében megismerték a nevemet itt a környéken, és hívtak a Big Bandbe. A Szekszárd Big Bandbe. Szekszárd, igen. Igen. 82-től 25 évet körül. 25 éve. Hozzám mindig közelebb állt a swing. Mm. És ez pont neked kapóra jött, pont igen. Kapóra jött. Nagyon-nagyon nagy élmény volt. Ez ajándék volt az élettől számomra, igen. Még meg kell említenem, hogy közte én egy évet játszottam hivatásos zenészként a Pipába. A Boros Laciék. Tehát vendéglátóztam. Akinél meg kellett tanulnom ezt a fajta zenét, tehát ez egy nagyon jó átmenet volt. Ugye ott rengeteg ilyen swinges nótát kellett muzsikálni. Emlékszem, Bani, hogy volt még egy formáció, amelyben doboltál, a Neptun együttes. Tarjányi Ágoston Guszti gitározott, Bálinkás Laci billentyűzött, Futó Laci gitározott, és Eszterbauer János basszus gitározott. Remek kis csapat volt, jó nyomtátok. Most megint Led Zeppelint, meg Deep Purple-t játszunk az öreg fiúkkal. A régi Merizből a Hidvégi Lacit, Dohány Pisti a basszusgitáros, ő a Big Bandben is volt gitáros, Horváth Laci szólós. És akkor a Trelaj Pisti billentyűzik. Na, őt nem ismerem. Őt nem. Ő a Paksi Erőműve kollégánk, egy ügyes billentyűs, és én dobolok. Mm. És az énekesünk, a Szitja, ugye az Isgum István, ez inkább már hát, örömzene. Örömzenélés, igen. Zala megyéből jöttem, Hahót nevű településről, Nagykanizsára jártam zenéiskolába, és onnét nyertem fölvételt Pécsre a konzervatóriumba, a főiskolát is ott végeztem, és 77-be kerültem Szekszárdra, azóta itt vagyok. 40 plusz egy év. Kemény, hosszú. Hány gyerek ment ki a kezedből, hát, aki fújt? Nagyon sok ment. Nagyon sokan mentek zenei pályára, komoly művészek lettek. Például a pozsonyi rádiózenekarnak és a színháznak az első kürtöse, Oszter Miklósnak hívják, ő Sió Gárdi egyébként, ő járt hozzám nagyon sokáig. És akkor hát Hepp Attila, aki Németországban csinált nagyon szép karriert, ő is, aztán Blumenstein Gábor, aki Szegeden nagyon megbecsült művész, és Domokos János szintén, aki szintén... Ennyien? Igen, Szőcs Árpád. Valahogy összekerültünk mi is a 80-as években. Emlékszel, hogy kik voltak akkor velünk? Hát akkor kezdeném mindjárt veled, te voltál a dobos és az énekes, dobos, igen. Füzi János, ő billentyűzött, aztán a Horváth, Környei Miklós szólógitározott, és a Horváth Laci, igen. Ő volt a basszusgitáros. Sikerült összekerülnöm a Kati és a Kerekperec együttessel. Velük jártam Kuwaitban, aztán Finnország, Svédország, Norvégia, úgyhogy nagyon sok helyen és gyönyörű helyeken muzsikáltunk. Ugye minden este ötször öltöztünk. Más öltözék kellett a vacsorához, más a tánchoz, más a diszkózenéhez, akkor kellett csinálni például egy country show-t, akkor egy rock and roll show-t, és mindig át kellett öltözni. A tanítványaim alakítottak nem olyan régen, a gimnazisták, a középiskolások egy Human nevű csapatot, ami tele van fúvósokkal. Nagyon meglettek, és a növendékem a zeneszerző, Kovács Szabó Áronnak hívják egyébként, Várdombén fiatalember, és a másik pedig a Sági Robi, aki a Soponyai Józsinál is dobol, és nagyszerű, nagyon ügyes fiúk. Ugye a Molnár Ákos hozta léte a Junior Stars nevű együttest, és tegnap próbáltak. Ott benn ült 6 trombitás, 4 harsonás, a 6-ból 4 a növendéken volt. Csész együttest elküldték haza. 4 szaxofonos, a minden. Egy komplett, sőt,
Még több, ez mint tegnapi? Ez tegnapi történet, tegnapi történet. Igen. Igen, igen. Mm-hmm. És óriás. Olyan gyönyörűen úgy fújnak, de klasszikust is egyébként nagyon ügyesek. Úgyhogy. Hát én azt gondolom, hogy majd, amikor itt másül majd a helyemen, és jönnek ezek a fiatalok elő, ők is ilyen szívesen fognak ráemlékezni, illetve már ők is egy olyan zenész társadalmat tudnak majd létrehozni, ami ez nem fog kivészni soha. Parag Tibor a vendégünk, aki azt hiszem, hogy a 80-as években, legalábbis én úgy emlékszem, akkor kezdted el a pályafutásodat. Tibor, hogy került a kezedbe a hangszer, a gitár? Az első hangszerem a trombita volt. Megleptél. Hát volt néhány produkció, azóta is önbe trombitáltam, de aztán az abban maradt, és a gitár az úgy jött, hogy hát annak idején az úttörő táborban volt lehetőség erre, és ott volt egy tanár, aki gitározott, nagyon megtetszett, és innét indult az egész gitáros pályafutás. Ez még a 70-es években volt. Nem én indítottam a zenei pályafutásomat, hanem a zene indított engem ezen a pályafutáson. Az első zenekarom az a Rés együttes volt, ami hát 18 éves lehettem, vagy fiatalabb még, és hát természetesen saját számokat játszottunk csak, mellette egy-két akkori, de csak egy-két akkori rock menős láger, Black Sabbath, de aztán az első nagy sikerek után a zenekar széthúzott, mert nem mindenki akart zenész lenni. Van egy dalod, amit elküldtél nekem, és abból szeretném most bejátszani egy részletet. Ez a dal, ha jól emlékszem, akkor a Honvágy himnusza lesz. Nagyon sokat dolgoztam külföldön, hajókon. És hát ez ihletett meg, hogy ilyen témája legyen ennek a dalnak. Sokáig voltam távol, elindulok haza, haraptam a világból, jó volt a zamata, de a csillagokat lassan elfújt a válaszél, megegyeztem a nappal, hogy halványul a fény. Innen táj ismeretlen, a múlt is idegen, most amikor én Balázs Fecót felhívom, és mondom, hogy Pereszényi Zoltán vagyok. Igen, Zoli, mintha emlékeznék rád, és akkor mondom neki, tudod, a Parag Tibi, ja igen, akkor szexált Parag Tibi, és akkor már rögtön tudja, hogy kiről van szó. A Balázs Fecó az nekem mindig valahogy példakép volt, nagyon tetszettek a dalai. Igen. Ez úgy kezdődött az egész ügy, hogy egyszer játszottunk valahol, már nem tudom hol, egy koncertet, ahol fellépett a Balázs Fecó is. A Hazafelé című dalt énekeltem éppen, mielőtt ő fellépett volna, és odajött hozzám, és mondta, hogy Tibor, ez
teljesen, mintha én énekeltem volna, nagyon tetszett jó. Neki. Eltelt jó pár év, akkor már a korál nem nagyon működött, és ő egyedül szólóban járt. Szólóban énekelt, igen. Így van, és hát én sokat foglalkoztam hangosításokkal, és volt egy olyan ötletem, mi lenne, ha én hoznék egy zenekart. Egy évig tartott ez az egész történet, aztán megegyeztünk a Fecóval abba, hogy ezt nem tudjuk továbbvinni, túl sok munkával, áldozattal jár. De természetesen nagyon jó barátok maradtunk, tehát nincs ezzel semmi gond. Csak két mondatban valamit a következő dalról. Hát a címe Álmodtam. Ez arról szól ez a dal, hogy bármit kívánhat az ember az életben, ha az könnyen jön, könnyen megy. Tehát mindenért, amiért megdolgozik az ember, azt tudja igazából értékelni ő is, és más is. Tibor, álmodjunk együtt! Álmodtam, angyal jött az álmomban, bátorított, hogy kívánjak egyet, mit ember kívánhat. Vágyom kellett, de kérnem nem, egy maradt, csak kérdeznem, felépülnek-e a légvárak, az vár-e rám, mire én várok. Szerelem jött, ha véletlen siker, már rossz, ha kérnem kell a vagyon, az én nagy gondom, de férfi munka, ha megoldom. Szerelem jött, ha véletlen siker, már rossz, ha kérnem kell a vagyon, az én nagy gondom, de férfi munka, ha megoldom. A hazai fellépéseid után te kacsingattál külföldre. Merre jártál? Hát, köszönöm szépen. Hát, hogy én merre jártam, azt hiszem, hogy inkább a kérdés az lenne, hogy hol nem. Hol nem jártál. Jújjújjúj. Los Angelesben nem voltam még, Kínában nem voltam még. Életem első külföldi útja, mint ahogy a Spirál zenekarnak is az első külföldi útja volt, ez velük történt. Velük voltál, velük igen. Voltam életem. Szinte mindenki játszott mindenkivel. Igen. Egy ilyen karibi út volt az Amazonas Belemtől Manausig, és föl Miami-ba vissza, 4 hónapos csodálatos út volt. Ez alapozta meg szerintem az érdeklődésemet a jövőre vonatkozóan. Soha nem gondoltam azt, hogy én csak ezt csináljam. Nem folyamatosan voltam külföldön, hanem az itthoni ügyek, zenei ügyek mellett néha-néha mentem ki. Egy ilyen külföldi úton, egy világkörüli úton történt az, hogy Led Zeppelint gitároztam, nagyon nagy sikere volt, és ahogy vége lett a számnak, odarohan hozzám, feltűnik valaki az ajtóm, és odarohan hozzám, hogy kedves uram, ez hangos, és tehát vége lett a számnak, és hát mondtam neki, ne haragudjon, de nem ön az egyetlen, akinek itt muzsikálok, és itt mindenkinek tetszik, és kérem, ne zavarja a fellépésemet. Hát utána odajött egy utas, és mondta, hogy tudom-e, hogy ki volt ez az úriember. Ez volt az egész hajózási társaságnak a tulajdonosa. Vándor zenész Baladája, jól mondom a számot címét. Tibor, a Vándor alját továbbra is, tartson meg a Jóisten téged erőben, egészségben, és járd be az egész világot. Még ma elindulok, egy szép dal dúdolok, és lépteim a védelem, búcsút nem mondhatok, emléket sem hagyok. Az út az otthonom, s az életem.
Ez volt a Szekszárdi Bohém Fiúk című film első része. Ha tetszett, nézd meg a másodikat is, és oszd meg barátaiddal. A Szekszárdi Bohém Fiúk film forgatásához a helyszínt biztosította Szekszárd Sió Motel. Buliznál egy jó barátaiddal, vagy munkatársaiddal, és itt aludnál, vagy csak éppen erre jártál, és szeretnél megpihenni néhány napot. 108 férőhelyes apartmanjainkban. Ez nem probléma. Hozzácsapnál néhány programot az itt létedhez. 2,5 hektáros, gyönyörűen parkosított terület. Sió Motel. Sió Motel. Sport, tenisz, kerékpártúra, vízitúra, gyalogos túra, bortúra. Segítünk megszervezni, hogy jól érezd magad Szekszárd egyik ékszerdobozában. Sió Motel. Írnál nekünk. info@siomotel.hu. Még több információ a siomotel.hu honlapon.